Ugye a Moodle 2-es újdonságaira fogunk elsősorban koncentrálni, bár egy pár szót tényleg fogok mondani általában a Moodle rendszerről is, bár helyzetélményben vannak azok, akik a korábbi verziók valamelyikét legalább ismerték. Tehát amiről szó lesz Moodle, nagyon picit kilóg ez a konferencia programjából, hallottam előadásokat operációs rendszerekről, mobil operációs rendszerekről, nyílt kormányzatról, szabad forráskódú szövegszerkesztő, irodai programcsomagról és még sok minden másról. Ugye ez oktatás, már oktatással kapcsolatos előadás is volt délelőtt, de arról sajnos lemaradtam. Tehát ez kimondottan oktatás, azon belül is az e-learning területe, de kétségtelen, hogy egy nyílt forráskódú szoftverről van szó. Most sikerült kétszer elindítanom a Total Commandert, közben az Impress valahol a háttérben küzd, de jön. Ez nem munkagép, ez ilyen olvasni lehet rajta, dolgozni nem típusú, de... Hogy egy pici bemutatkozással kezdjem, mert hogy megy 10 perce szóval tartom őket, de a nevem Vágvölgyi Csaba. 11 néhány éve dolgozom a felsőoktatásban, dolgoztam már mind a két oldalon, úgy értem, hogy rendszergazdaként is, most éppen informatikát oktatok egy 10 éve egy debreceni felsőoktatási intézményben. Az e-learning rendszerekkel valahol az ezredforduló környékén kezdtünk el ismerkedni, akkor még azt se tudtuk, hogy van ilyen fogalom, hogy e-learning, csak volt egy természetes igényünk, hogy oktatunk, és próbáltuk ezt számítógép segítségével számon kérni valamilyen módon, tehát ugye a tanár nem szeret dolgozatot javítani, meg ilyen hülyeségeket csinálni, és mindenféle saját kezdeményezésekkel egy kollégámmal elkezdtünk mindenféle kísérleteket tenni, hogy tudnánk a rendelkezésre a gépterméinket számon kérésre, vizsgáztatásra használni. 2-3 év ilyen mindenféle kerülő út után eljutottunk oda, hogy hát vannak erre kész rendszerek, hát ezt már valaki kitalálták a világon, és ne próbáljunk meg feltalálni a spanyol viaszt. És elkezdtük megvizsgálni 2002-2003 környékén, hogy a szabad forráskódú piacon milyen olyan keretrendszerek vannak, amelyek alkalmasak lennek ilyen oktatás támogatásra. Megnéztünk egy 8-10 féle rendszert először nagyon, nagyon felületesen, aztán alaposabban megvizsgáltunk 3-4 féle rendszert, amely alkalmasnak tűnt arra, hogy a mi igényeinket kielégítse. Végül egyetlen egy rendszer mellett tettünk le a voksunkat, ez 2003-ban történt egészen konkrétan, ez a Moodle keretrendszer volt, amit akkor Magyarországon mindössze egy-két ember ismert még. Nagy szerencsénkre az egy-két ember között volt az a Fábricz Károly, aki a mai napig a fordítás fő koordinátora. Tehát mi már, amikor szembesültünk a Moodle rendszerrel, akkor az egyik nyomósérv, amiért ezt választottuk 2003-ban, az az volt, hogy a felülete már ilyen 60-70%-ba le volt fordítva magyarra. Mondtuk, hogy ez szuper, akkor már keveset kell dolgozni vele. A többi rendszernél ugyanezt nem mondhattuk el. Nem csak emiatt választottuk a Moodle, de akkor éppen ez is egy fontos érv volt. Elmúlt 8 évben, mióta a Moodle rendszert bevezettük először a saját intézményünkbe, aztán megpróbáltunk egy hazai közösséget szervezni, hiszen egyre több más felsőoktatási intézmények kezdték el ezt használni, aztán bevezettük sok más intézménybe, mert hogy a hobbiból félig meddig egy ilyen második munkává nőtt ki ez a dolog, hogy felsőoktatási intézményekben, cégeknél, önkormányzatoknál elkezdtünk e-learning rendszereket bevezetni Pap Gyula kollégámmal, és ja igen, közben váltottam. És mára gyakorlatilag ez az egyik fő elfoglaltságunk, persze a napi informatikai oktatás mellett. Na most, ha e-learningről beszélek, akkor legalább minimális szinten, hiszen a teremben ülök nem mindegyik egy gyakorló e-learning felhasználó, kellene definiálnom, hogy mit is értek én e-learning alatt. Ez most már megvadult, eddig nem akart működni, most már vált is, pedig nincs időzítve, Isten bizony. Menj vissza. Ez nem az én napom lesz, úgy érzem. Jót mosolyogtam a délelőtti androidos előadáson, hogy szegény küzdött a projektorral, ehhez képest most eljátszottam ugyanezt. Miért bolondult meg? Na. Szóval, e-learning. Az e-learning az tulajdonképpen egy viszonylag új keletű fogalom, tehát durván 10-12 éve emlegetik ilyen néven, de azok a technológiák, illetve azok a módszertanok, amin alapszik, azok sokkal régebbiek. Ugye a legrégebbi a három halmazból az a távoktatás,
amely évszázados hagyományai vannak a távoktatásnak, hogy az e-learning részben egyfajta távoktatás, az e-learning részben egyfajta számítógép alapú oktatás, ennek is ugye több tíz éves hagyományai vannak, 60-as, 70-es években már kísérleteztek a számítógéppel, mint oktatás segítő eszközzel, és a legújabb technológia, ami ehhez kellett, az maga az internet, az online világ és az online világ által biztosított extra dolgok, online kommunikáció, testre szabott tartalmak, felhasználók felé közvetített testre szabott tartalmak, és így tovább. Az e-learning pedig ugye ezek metszetében áll. Az a rendszer, amiről mi beszélünk, az a Moodle. Ő a főfejlesztő, aki Ausztráliában él, és tulajdonképpen egy e-learning rendszer gazdájaként a 90-es évek végén megismerte az e-learninget belülről, és mégpedig egy WebCity nevű piaci rendszernek a rendszergazdája volt, és annak egyfajta kritikájaként kezdte el írni, először egy ilyen szakdolgozati projektként, szabadforráskódú projektként a Moodle-t, később ebből egy doktori disszertáció lett, hobbiból ez vált a elsődleges munkájává, tehát 11 éve gyakorlatilag ezt a rendszert fejleszti, és most már ez a fő elfoglaltsága. Ezt a térképet azért raktam be, mert ezt Martintól, tehát a főfejlesztőtől láttam egy korábbi Moodle-os előadásában. Mindig mondjuk, hogy a Moodle-t ott valahol lent Ausztráliába fejlesztik a világ másik felén. Ők ezt picit másképp érzik. Ez egy érdekes térképvetület, ez a MacArthur-féle térképvetület. Így is lehetne nézni a Földet. Tehát ahogy mi megszoktuk, nekünk ugye az a természetes, hogy mi Európában vagyunk a középpont, és mindenki valahol máshol messze. Ők meg azt mondták, hogy hát ők vannak itt a középpontban, a Moodle fejlesztés az tulajdonképpen a világ közepe, és akkor a világ többi része pedig ott van, ahol van. Csak egy kis érdekesség, hogy az ausztrálok néha úgy megbántva érzik magukat, hogy őket mindenki azt mondja, hogy ők olyan messze vannak mindentől. Ők ugyanezt érzik rólunk. Miért a Moodle-t választottuk? Említettem az előbb, hogy 2002-2003-ban megvizsgáltunk több rendszert, csak a szabadforráskódú rendszerekre koncentráltunk. Egyrészt azért, mert nem volt pénzünk piaci rendszerre, másrészt azért, mert a piaci rendszerekre, ha lett volna pénzünk, akkor sem olyan, nem volt olyan egyszerű hozzáférni demókhoz, egyebekhez. A harmadik pedig úgy gondoltuk, hogy a szabad forráskód ez egy olyan szempontból mindenféleképpen ideális út lesz számunkra, hogy lehet, hogy találunk egy jó rendszert, de lehet, hogy nem pont azt tudja, mire szükségünk van, jó lenne, ha egy picit tudnánk alakítani. Éppen ugye a fordítás kapcsán is az átrendszereknél ez sem teljesen magától értetődő, hogy mondjuk a nyelvi felületet testre tudjuk szagni, és így tovább. Tehát elkezdtünk nézelődni. Miért pont Moodle? Hát ugye említettem a magyar nyelv támogatását, rögtön oda tudtuk tolni a hallgatóknak, hogy tessék, használjátok, nem is kellett vele kilódnunk. Nagyon könnyen megtanulható a rendszer felülete. Most már több ezer ember, olyan emberrel találkoztam, aki valamilyen módon Moodle keresztül tanult, és vagy mi képeztük őket, vagy mi telepítettük azt a Moodle rendszert, amivel találkoztak. Tehát nagyjából lehet azt mondani, hogy a felhasználók 90%-ának semmilyen problémát nem okoz a Moodle, ha odaadjuk, hiszen online szocializálódnak webes rendszereken, élnek ezek az emberek, tehát a Moodle az nekik egy természetes közeg. Az oktató kollégáimról ugyanezt már nem mondhatom el. Ők nagyjából inkább ellenségként tekintenek erre, egy plusz problémának tekintik, egy nyűgnek tekintik. Valahogy nem tudnak lelkesedni azért, mikor mondom, hogy hát hajnali kettőkor is azonnal tudok válaszolni a hallgatói kérdésekre, tehát online kommunikáció az milyen praktikus dolog. Mondták, hogy ők hajnali kettőkor nem ezzel akarnak foglalkozni. Hát, kinek mi a hobbia? Szabad forráskódot már említettem, nagyon gazdag eszközrendszerre rendelkezik maga az alap Moodle is, és moduláris. 700 körüli kiegészítő modul van a Moodle.org-on letölthetőként. Ez mondjuk több verzióhoz, tehát igazából az éppen aktuális verzióhoz még közel sincs ennyi, de a modularitás az egy óriási előny. Tudjuk azt mindenféle szabad forráskódú projekteknél, hogy egy jó projekthez nagyon sok társfejlesztő kapcsolódik, ilyen-olyan-amolyan modulokkal kiegészíti azt. Legyen szó mondjuk egy Drupal rendszerről, ahol szintén a kiegészítő modulok adják meg a rendszernek az igazi produktivitását, de ezer más dolgot mondhatnék. Itt is úgy működik, van egy szűk fejlesztő csapat, akik a rendszer magot és a legfontosabb modulokat karbantartják, és nagyon sok külső fejlesztő van, aki ezeket a modulokat karbantartja, fejleszti, fordítja, és így tovább. A rendszer szabvány támogatásban is jeleskedik. Aki e-learninggel foglalkozott bármilyen módon, az tudja, hogy fontosak az e-learning szabványok. Nem feltétlenül azért fontosak az e-learning szabványok, mert nem lehet nélkülük élni, hanem azért fontosak az e-learning szabványok, mert vannak pályázati projektek, ahol azt mondják, hogy tessék, itt van egy kis pénz, költsd el, de SCORM kompatibilis tananyagot csinálj, mert az kell. Aztán aki kiírta a pályázatot, lehet, hogy azt sem tudja, hogy mi az, hogy SCORM, csak hallotta, hogy az jó, hogyha SCORM kompatibilis egy tananyag. A lényeg az, hogy egy e-learning keretrendszertől valóban elvárjuk, hogy azokat a nemzetközi e-learninghez kötődő...
szabványokat támogassák, megőrülök, elnézést, amelyek, de miért ugrik mindig oda? Amelyek hordozhatóvá teszik a tananyagot, és így tovább, és így tovább. Most éppen az impresszőrült meg alattam. Vagy valami gombot benyomok, amiről nem tudok. Tehát megvan a szabványtámogatás, ez kétségtelen. Nem tudok más tenni, mint hogy valami rejtélyes okból itt átugrunk néhány dolgot, de ezt még lehet, hogy el kell játszanom a menet közben, amíg el nem érjük azt a kínos dolgot. Jó, nagyon jól integrálható a meglévő informatikai infrastruktúrába a rendszer. Szabad forráskódú, ez önmagában jó pont, de nem nekünk kell kilódni pluginokkal, autentikációs megoldásokkal, stb. Eleve megírták őket. Tizenvalahányféle autentikációs plugin van az alaprendszerben, ami még bővíthető szükség szerint. Több szabad forráskódú projekttel készültek mindenféle integrációs modulok. Van például olyan amerikai egyetem, aki a weboldalán Drupalt használ, az e-learning rendszere Moodle, és oly mértékben integrálták a kettőt, hogy nem lehet észrevenni a különbséget, hogy meddig vagyok a webportálon, és mikor nézem az e-learning tananyagot. Tehát ezek az integrációk is mellette szólhatnak. És odaírtam a végére, hogy tanulmányi rendszerekkel való együttműködés. Aki a felsőoktatásban van most, akár hallgatóként, akár oktatóként, az nagyon jól tudja, hogy ki vagyunk szolgáltatva Magyarországon. Hát nagyjából két nagy cégnek. Ez a bizonyos két nagy tanulmányi rendszer, akik mind a ketten próbálnak saját e-learning rendszert eladni nekünk, és a Moodle az ilyen perifériára szorul, annak ellenére, hogy a Magyarország Felsőoktatás Intézményében ez a legnépszerűbb rendszer, a cégeknek nem nagyon érdeke ezt támogatni, persze megfelelő nyomással el lehet érni, hogy adatokat cseréljenek a rendszerek, és így tovább. Azért kerültek oda ezek a kérdések, hogy itt azért még bőven van tennivaló. A Moodle-höz szükséges szoftverkörnyezet klasszikus, általában LAMP környezetbe telepítik, de nagyon sokan használják Windows-os környezetbe is, tesztelésre is, illetve van, aki ugye éles rendszerben is Windows alá telepíti. Ahogy mi szoktuk használni általában Apache, PHP, MySQL, de volt már rá példa, hogy MSSQL-el kellett telepítenünk, most éppen egy Oracle-ös rendszerbe kell egy Moodle rendszert felküzdenünk, a napokban ezzel küzdöttünk. Mindegyikkel teljesen jól, megbízhatóan működik, az operációs rendszer meg bármi lehet alatt, ami tud futtatni gyakorlatilag a fenti szoftverekből valamelyik alternatívát. Kliens oldalon egy böngészőre van szükség, egyetlen egy dologra háklis, illetve kettőre pontosabban, a JavaScriptnek futnia kell. Na most találkoztunk már olyan mondjuk céges környezettel, ahol ilyen atombiztosra beállított Internet Explorerek voltak, hatos szigorúan, ez mondjuk tavaly évben volt, ami minden le volt tiltva, aminek le lehetett tiltva lennie, mert hogy az a biztonságos. Rengeteg Ajaxos technológia van most már a keretrendszerben, ergo, hogyha letiltogatjuk a JavaScript futását, akkor ilyen kényelmetlenebbé válik, vagy nehogy Isten néhány funkció nem fog működni, illetve a cookie-kat engedélyezni kell, mert a session kezelés miatt ez egy dolog kell neki, de egy átlagos felhasználó, átlagos gépén lévő, átlagos bármilyen böngésző tökéletesen megteszi neki. Egy picike történelem, ugye kettesről beszélek, de hogy jutottunk el odáig. Említettem, hogy Martin egy WebCity rendszer gazdájaként dolgozott, és egyfajta rendszer kritikaként kezdett el írni egy alternatívát. 2002-ben jelent meg az 1.0-as változat, augusztus 20-a ráadásul, tehát a mi nemzeti ünnepünkkel együtt, mi szoktunk Moodle napot is ünnepelni akkor, ha eszünkbe jut néha. A fejlesztés, ezek csak a főverziók. Moodle esetében ez idáig, a közelmúltban főverziónak azt neveztük, hogyha az egyes utáni verziószám változott. Természetesen van 1.1.1, 1.1.2, stb., de azokat nem tüntettem föl. Lehet látni, hogy a fejlesztési ritmus az ugyan változó volt, de nagyjából néhány havonta, legfeljebb évente kijött egy új főverzió. Még egyszer mondom, ezt óvatosan kezelném, mert most van kettes, most már azt mondhatnám, hogy az első számot tekintem főverzió számnak, de mivel 10 évig nem volt ilyen váltás, azért eddig mi ezeket tekintettük. A kettes verzió az 2010. november 24-én jelent meg, tehát közel egy éve, ez is adta az apropója ennek az előadásnak, hogy most már vannak tapasztalataink, bár meg fogjuk látni, hogy közel sem annyi a tapasztalat szerte a világban a kettes kapcsán, mint amennyi lehetne. Időközben kijött már egy 2.1-es is, tehát az már egy másik történet. Na most, ami az előző ábrán látszott, de most nem fogjuk újra összehasonlítani, az, hogy több mint 2,5 év telt el az 1.9-es és a 2-es közötti fejlesztésben. Miért? Előtte azt láttuk, hogy volt, hogy 4-5 hónaponként kijött egy, esetleg 8 hónap, 11 hónap telt el két verzió között. Miért kellett 2,5 év?
2008-ban az akkori Moodle konferencián már arról beszéltem, hogy fejlesztik a Moodle 2-est, jövő évben már megnézhetjük, kipróbálhatjuk, hurrá. 2009-ben megint elmondtam a Moodle konferencián, hogy fejlesztik a Moodle 2-est, már most már biztos, most már tényleg már alfa változatok letölthetők voltak, és el kellett tenni újabb hónapoknak, hogy valóban látni tudjuk. Miért tartott ez ilyen sokáig? Gyakorlatilag azt mondták, hogy dobjunk ki majdnem mindent, ami eddig van, és írjuk újra, csináljunk egy jobb, alaposabban átgondolt, letisztultabb kódra építkező rendszert. Nem állítom, hogy a teljes rendszert újraírták, de a nagy részét újraírták. Változtak a szoftver kritériumok is ebből kifolyólag, magasabb PHP verziót követel meg, meg kidobtak egy csomó olyan régi programozás technológiai dolgot, ami korábban megengedhető volt, de biztonságtechnikailag már nem. Tehát gyakorlatilag nagyon sok mindent kellett újraírni, ez volt az egyik gond. A másik gond az volt, hogy teljesen új alapokra építették a rendszert. Volt korábban valamiféle bázis kód, amit úgy toldozgattak jobbról balról, most azt mondták, hogy nem, írjuk újra az alapokat, gyakorlatilag a core újra lett teljesen írva. Három nagy API köré szerveződő, amikről mindjárt részletesen fogok beszélni, egy file API, egy repository API és egy portfólió API köré szerveződve, ami a külvilággal való kapcsolattartást segíti, újraírták a belső magját. Itt lehet látni egy kis táblázatot, nem tudom persze onnan mennyire olvasható, hogy volt olyan kódoló, aki 771 ezer sort követett el a kettes Moodle-ben, ezt ilyen verziókezelő rendszerekből szedték ezeket a statisztikákat, tehát elég robosztus kódméretről van szó, ez egyetlen egy ember. Az utolsó helyzet, a táblázat még folytatódna, ő csak azért tettem ide, még ő is elég tekintélyes mennyiséget, ő az első hölgy a fejlesztők között, tehát egyébként nagyon aktív és nagyon, nagyon jó PHP fejlesztőről van szó, több szabadforrású programban is közreműködik, nem csak a Moodle-ben. Tehát van egy nagyon masszív fejlesztő csapat, akik hihetetlen sokat dolgoztak a kettesen. Egyébként általában véve a Moodle fejlesztésről egy pár szót annyit, hogy a Perth-ben van egy fejlesztőközpont, ott van egy épület a headquarternak nevezett hely, ahol 10-valahány fizetett programozójuk van, és van még ezen kívül vagy 5-6 darab fizetett programozó szerte a világban, Európában hozzánk legközelebb Csehországban vannak ketten, pont az említett Petros Korak, illetve a David Mödrök, ők Csehországban élnek mind a ketten, ők fizetett Moodle fejlesztők. De él fejlesztőjük Japánba, él Indiába egy, azt hiszem, stb. És akkor ők évente egyszer-kétszer találkoznak személyesen, egyébként ugye online kapcsolattartás van, de a kemény maga az a tizenvalahány ember rajtuk kívül az fizikailag is egy épületben dolgozik, és persze akkor jönnek a külső kódfejlesztők, patcheket beküldők, modulokat fejlesztők, egyebek szert a világból, ebből ugye sok-sok ezer van, hála Istennek. Moodle tehát újraíródott, sokan használjuk, szeretjük. Kik és hol használnak Moodle-t? 200 az tegnapi statisztika. A Moodle úgy működik, hogy ha telepítek egy Moodle rendszert, lehetőségem van ilyen anonim regisztrációs adatokat beküldeni a központi Moodle site-ra, amiből ezeket a statisztikákat képzik. Tegnapi statisztika 222 országban használnak Moodle-t. Én nem tudnék 222 országot felsorolni, ha kellene. A pöttyök megpróbálják ezt reprezentálni csalóka, mert nincs annyi pötty, mint ahány ország, ez egy régebbi screenshot, de nincs aktualizált változat. Ami viszont mindenféleképpen beszédes, hogy több mint 50 millió felhasználóról tudnak, amit ezek az anonim adatok adnak, amit szerte a világon legalább ennyi user használja a Moodle-t. Egyébként sokkal több használja, hiszen ezt a regisztrációs gombot, ezt az üzemeltetőknek csak egy része nyomja meg. Tapasztalataink alapján durván olyan egyharmada regisztrálja, a portálok egyharmada van beregisztrálva. Ugye természetesen nagyon sok olyan kísérleti tesztoldal van, amit nem érdemes beregisztrálni, pontosan emiatt, de nagyon sok olyan éles szerverről is tudunk, ahol nem akarták, el akarják dugni, nem akarnak kiadni semmilyen adatot magukról. Tehát statisztikailag azt mondanám, hogy durván háromszor ennyi Moodle szerver van a világon, lehet, hogy háromszor ennyi felhasználó, vagy akár még több. Sokan használják, maradjunk ennyiben. Nagyon dinamikusan nő a rendszer, ez azt mutatja, hogy 2003-tól mérik itt a statisztikát, most itt járunk az előbb látott 71 néhány ezres szám látható. Magyarországon mi a helyzet a Moodle-el? Szintén tegnapi adat, 350 regisztrált magyar Moodle site volt, mint mondtam, ennek a többszöröse van valójában. Magyarországon a felsőoktatásban első számú keretrendszerre lépett elő, most már mondhatom azt 3-4 éve, hogy gyakorlatilag a hazai felsőoktatási intézmények mondjuk 80%-ában jelen van a Moodle, van ahol hivatalos központi keretrendszerként, van ahol ilyen tanszéki zugszerveren valahol,
de ott van a Moodle, használják. Egyre többen használják a közoktatásban is, pont az elmúlt hetekben elég sok kérdés érkezett a közoktatásból Moodle-lel kapcsolatosan. Az a legjobb, hogy tovább lép és nem megy vissza. Ahó. Azt nyomogatom, mint az őrült. De nem, mindegy, most kezdjük előről egy pillanat. Szóval a közoktatás is kezd felzárkózni, illetve ami nagyon látványos, az az egyéb szféra, értem ez alatt állami gazgatásban például, mi magunk is vezettük már be 5100 főt üzemeltető állami, vagy munkáltató, olyan munkáltatóan 5000 pár száz fő állami gazgatási szervezet. Képeztünk ki önkormányzatokat keretrendszer használatára. Ők egyébként éppen LibreOffice-ra tértek át, és az áttérésnek a betanítását egy Moodle rendszerrel valósították meg, tehát hogy minden kevesebb képzésre kelljen kivenni a munkából az embereket, és itt tovább. Használják nyelviskolák, egyebek, illetve most már a vállalati szféra is, már nem megyek vissza, de gyakorlatilag kis- és középvállalatok egyaránt, de már multinacionális vállalatok is, Magyarországon is van több olyan multi, aki belső továbbképzésekre ezt használja. Na most azért raktam be ezt a diagramot, ez egy korábbi, 2 évvel ezelőtti előadásból származik, ahol azt próbálom demonstrálni, hogy akkoriban egy 9-es Moodle-t használt a felhasználóknak durván fele, és már itt jelen volt a 2-es még alfa állapotban, de kísérleteztek az emberek, nézegették korábbi verziók megosztásra olyan, amilyen. Na most jön az igazi poén, ez egy tegnapi adat, tehát az összes Moodle regisztráció száma. Lehet látni, hogy az 1.9-es felment több mint 60%-ra, és a 2-es, illetve a 2.1-es még mindig csak ekkora szeletkét hasít ki. Eltelt egy év, majdnem egy kerek év a megjelenés óta, tehát stabil megjelenés óta, hiszen egyébként már mondom, 2 évvel ezelőtt alfa állapotban letölthető volt, én akkor használtam a rendszert, és mégse használja szinte senki. Miért? Ez nem azt jelenti, hogy nem használja, de éles szervert nagyon keveset állítottak át 2-esre, és ennek megvan a maga oka. Pontosan ezek az alapos változások, visszamenőleg nem teljesen, tehát azt jelentették, hogy nem teljesen kompatibilis visszamenőleg a rendszer, tehát nem egyszerű sem upgrade-elni meglévő rendszert, sem friss rendszert telepítve átemelni a meglévő tartalmainkat, tehát mindenféle problémákat okoz, tehát túl radikális volt a váltás. Hallottunk ma már ilyet, hogy néha nem mindig szerencsés egy meredek váltás, akár egy grafikus felhasználói felületnél, vagy bármi egyébnél. Egy másik dolog, ami hátráltatta sokáig a 2-es terjedését, az a technikai feltételek. Azt mondták a fejlesztők, hogy mivel ez már egy korszerűbb kód, 4-es PHP eleve már jó ideje ki van dobva, de 5-ösből is azt mondták, hogy lehetőség szerint 5.3.3-as PHP. 5.2.8-tól már elfut egyébként, de ez a javasolt szoftver környezet. Na most tudjuk azt, hogy az online tárhelyszolgáltatók nem nagyon szeretnek túl gyakran verziókat váltani. Itt fölírtam, hogy például a Debian Lenny-be, amit még mindig rengeteg helyen fut szerveren, ugye nem felel meg a kritériumoknak. Ugyanez igaz az Ubuntu 8.4 LTS-sel, nekem is van még olyan szerver, általam üzemeltetett szerver, amin ez van, mert még nem volt alkalom upgrade-elni, túl sok minden van rajta, nem mertem meglépni éles szerveren az upgrade-et, stb. Van hozzá támogatás, jól érzi magát, megy, de erre 2-es nem tudok rakni. Csak 1.9-est. Ha már Debianból és Ubuntuból a legfrissebbet nézzük, már mint mondjuk Ubuntuból a szerverre való legfrissebbet értem, akkor ott már megfelelőek a szoftver környezetnek, de ez az egyik ok, ami lassítja a terjedést, hogy egyszerűen lassan reagálnak a Linux disztribúciók idézőjelben, és főleg a szolgáltatók. A maga a PHP 5.3.3 az kim van több mint egy éve, tehát nem extrém igény egyébként, viszont mivel nem frissítenek sok helyen, ezért mégiscsak lassan terjed. Kötelezővé vált jó néhány olyan PHP extension, ami korábban opcionális volt, és most már kötelező. Ez is gondot okoz. Tehát aki nem maga uralja a saját szerverét, hanem mondjuk egy szolgáltatónak ki van szolgáltatva, az nem biztos, hogy meg tudja győzni, hogy figyelj már, hidd el, hogy te telepíteni akarod a szerverre a PHP Curl extension, mert az nekem kell. És a másik 50 ügyfélnek meg lehet, hogy nem kell, és ki tudja, milyen kockázatot jelent alapon, inkább nem teszem föl, mondja az üzemeltető. Tehát ez is gubancot okoz. Ha bárkinek van meglévő 1.9-es Moodle-je, akkor tudja ellenőrizni, hogy megfelel a követelménynek. Itt van egy részletes lista azokról az extensionökről, illetve azokról a PHP verziókról, amit ellenőrizni kell. Itt lehet látni, hogy ott van, hogy 2.0-tól felfelé való kompatibilitás ellenőrzése. Tehát magába az 1.9-esbe beépítettek egy ilyen kis
ellenőrzési lehetőséget, hiszen nem mindenki ismeri a PHP info függvény, nem fogja végig bogarászni, hogy neki mindene megvan, nem fér hozzá a szerverezés, így tovább. Tehát tudom ellenőrizni, hogy egyáltalán alkalmasnak tűnik-e upgrade-le a rendszerem. Na nézzük az újdonságokat konkrétan. Említettem, hogy az alaprendszert alaposan újraírták, és három API köré szervezték. Ez a bizonyos file, repository és portfolio API, ezek a legnagyobb újdonságok, majd külön-külön ilyen foglalkozok mindegyikkel. Alaposan megújult a biztonsági mentés, újfajta formátumot használ, következmény, a régi rendszer biztonsági mentései nem voltak beimportálhatók sokáig. Tehát megjelent úgy egy 2.0-ás, hogy az 1.9-esben készült mentéseket nem tudtam beimportálni. Kész. Itt megállt az élet, azt mondták, hogy hát ez őrület, nem lehet vele dolgozni. A 2.1-est azért várta mindenki, mint a messiás, ami most már kijött 4 hónapja, mert az volt az első olyan verzió, amiben megoldották visszamenőleg a régi backupoknak az importját, de még ez se 100%-os, mert csak mondjuk az adatoknak, meg az információknak a nagy részét be tudja importálni, de van néhány dolog, ami elveszik, és ha pont az kell. Tehát nem igazán korrekt még a visszamenőleges dolog, tehát az új biztonsági mentés is a programozói szempontból logikus döntés volt, felhasználói szemszögből elég komoly problémákat okoz. Átalakult a navigáció és a blokkezelés, ez látványban nem olyan nagy újdonság, de sokkal rugalmasabbá vált a felhasználói felületnek a tervezése, és némileg bonyolultabbá a stílusok, a CSS kódok elkészítése a rendszerhez. Ez a designereknek a problémája, ezt a felhasználót különösebben nem hozza lázba. Megjelentek olyan régen várt szolgáltatások, mint például a globális csoport, tehát nem csak kurzuson belül tudok csoportokat alkotni, hanem mondjuk ilyeneket tudok csinálni, hogy az első évfolyam, vagy a második évfolyam, eddig ilyen nem volt a rendszerben, tehát nem volt olyan, hogy képzések fölött álló globális csoportok, most már ezt megoldották, sőt, egyszer egy mozdulattal egy évfolyamot hozzá tudok rendelni egy képzéshez, eddig ezt mindenféle kerülőutakon lehetett megcsinálni. Megjelennek a feltételes tevékenységek, el fogom mondani, mi ez, ezekről mindegyikről lesz egy-egy dia. Lecserélték a régi és elavult beépített WYSIWYG szerkesztőt, adminisztratív szempontból sokat jelent, hogy akár parancsorból is lehet telepíteni, felparaméterezni a rendszert, és így tovább. Na, lássuk, file API. Megváltozik az állománykezelés. Régebben a Moodle állománykezelése azt jelentette, hogy volt egy Moodle data könyvtár, minden egyes kurzus kapott egy könyvtárat, és amit oda beraktam, az kapásból látszott a felületen, tehát hozzáértő ember, akár FTP-n, MinSCP-n, akár hogy fel tudta tölteni a fájlait, ha nagyon akarta. Persze van erre egy webes frontend, de volt, amikor nekünk kényelmesebb volt fájl szinten bedobálni a dolgokat. Ez megszűnt létezni. Titkosított állományrendszer van, felhasználónként egyedi file területet számol, ergo lehet kvótázni. A titkosítás pontosan emiatt kellett, mert hogy egyedi személyes fájlok vannak a rendszerben. Adatbázisban tárol minden file hivatkozást, tehát nem tudom közvetlenül írni a file rendszert emiatt. A modulok állományhoz való hozzáférését is jobban szabályozták, ami biztonságtechnikailag egy teljesen jogos kérdés, hiszen egy rosszul megírt modul egy mozdulattal le tudta törölni a teljes kurzusomat. Joga megvolt rá, nem volt semmi akadálya elvileg. Kényelmesebbet tették a webes frontendon az állományok feltöltését ebbe a bizonyos HTML szerkesztőbe, és ahogy már említettem, ennek megfelelően változott a biztonsági mentés és egyebek. Tehát ezek fejlesztői szempontból indokolható és logikus döntések, azonban elég komoly problémákat jelentenek, mert hogy például a régi modulok innentől kezdve nagyon nehezen írhatók át az újra, illetve hát elég alaposan át kell írni. A titkosított állományrendszer miatt nem tudom közvetlenül szerkeszteni a fájlt, ide is írtam, hogy ezek nem mindig előnyek, sőt nagyon sok bosszúságot okoz. Tehát rutinos 1.9-es Moodle üzemeltetők a hajukat tépték az első hónapokban, mert olyan fajta változások jöttek be, hogy nem tudtak vele mit kezdeni, hiányolták a megszokott kényelmes dolgokat, kaptak helyette más kényelmes dolgokat, de nem biztos, hogy erre vágytak. Tehát nagyon nagy viták voltak a Moodle.org fejlesztői fórumaiban, és hogy biztos, hogy ez a jó irány. Elkötelezték magukat mellette, most már ez lesz, és szerintem még mindig kell, vagy 2 év, mire nagyjából elfogadja ezt a közösség, hogy igen, erre megyünk tovább. Repository API. Az volt a cél, hogy tartalmat ne csak a Moodle-be lehessen feltölteni, hanem bármilyen külső tananyag tárházból be tudjak importálni tartalmat. Ez lehet egy dedikált valamilyen tananyagtárház, mondjuk egy Alfresco rendszer, lehet egy portfólió rendszer, lehetnek online webes szolgáltatások, mindenféle web2-es kütyük, vagy éppen egy szabványos webda protokoll, tehát ez egy nagyon jó kezdeményezés. Miért is volt erre szükség? Alapvetően a Moodle maga tárolta az összes állományt kurzusonként, szeparálva, tehát ha 2 kurzusba akartam ugyanazt az állományt használni, az redundáns állománytárolást is jelentett.
Most már meg tudom azt szervezni, vagy meg tudom azt csinálni, hogy kiszervezem egy külső repozitoriba. Ráadásul itt mindenféle extra szolgáltatásokat tudok kapni, például a visszakereshetőség sem volt feltétlenül az erőssége, hiszen bizonyos speciális állománytípusoknál az indexelhetőség, a kereshetőség az nem triviális. Megoldották úgy, ahogy, de nem volt tökéletes. Tehát ez a fajta külső repozitori használat mindenféleképpen előnyt jelent. Gyakorlatilag úgy kell elképzelni, hogy közvetlenül a webes felületről egy mozdulattal be tudok emelni a Flickr-ről egy képet, vagy egy Alfrescóból meg tudok keresni egy fájlt, vagy egy YouTube videó beszúrása semmiféle problémát nem okoz. Tehát van egy olyan frontend, ahol a felhasználó kiválasztja, hogy mit akar csinálni. Persze, amit a rendszergazda engedélyezett számára, azokat a plugineket tudja használni, de akár a Google Docsból is azonnal tudok importálni, akár dokumentumokat, bármi egyebet. Itt lehet is néhány screenshotot látni, itt éppen egy publikus Picasa albumban lehet bóklászni, egy keresés eredménye. Ez a Flickr, ez egy Google Docs, mint dokumentum tár, ahonnan a Google Docs van lévő. Természetesen itt a felhasználónak autentikálni kell a saját Google területére, tehát ez itt így működik. Portfólió API, bocsánat, pontosan ellentétes dolgot csinál. A felsőoktatásban megjelent az az igény, hogy a hallgatók a felsőoktatási munkájuk során lévő dolgaikat gyűjtsék rendszerezve. Ez nem csak egy természetes igény, hanem törvényi kötelezettség is bizonyos helyzetekben. Éppen ezért a feltöltött dolgokat jó lenne, hogyha nem csak a tanulmányi rendszerbe kerülnének be, hanem valahol egy másolatot tudnának róla csinálni. Hogy mindaz a beadandó dolgozatuk, munkájuk, ez meg az, összegyűjthető legyen, tehát portfóliót építsenek. Vannak dedikált portfólióépítő rendszerek, ilyen szabad forráskódú rendszer például a Mahara, amit mi is előszeretettel használunk, de lehet portfóliót gyűjteni akár a Google, említett Google Docs-ban is, vagy lehet, hogy a képeimet valamilyen képmegosztón akarom gyűjteni. A lényeg, hogy közvetlenül az e-learning rendszerből ki tudom oda exportálni ezeket. Tehát mindaz, amit oda feltöltök, az mehet máshova is. Hasonló módon, csak itt ugye kifelé mutatnak a nyilak, tehát nagyjából ugyanaz a dolog. Említettem az új biztonsági mentést, meg a kompatibilitási problémákat. Ezt nagyjából szerintem ki is végeztük. Jó, ezeket a problémákat már nagyjából elmondtam. Említettem a megújult felületet, itt van nagyon sok kényelmes dolog, sok normálisabban berendezhető a felület, a blokkok elhelyezése, például ugyanúgy súlyozással helyezhető, mint mondjuk a Drupal rendszerben, ez eddig csak manuálisan oda, hogy itt leszel és onnantól itt vagy, tehát nem lehetett egymáshoz viszonyított súlyokat és egyebeket megállapítani. Említettem ezt a feltételes tevékenység. Mindaz, amiről eddig beszéltem, ez inkább üzemeltetési szempontból jelentett vagy előnyt, vagy hátrányt. Ez viszont a felhasználók egyik óriási kérése volt. Oktatási szempontból fontos igény volt, és eddig nem tudta ezt a rendszer, illetve ilyen nyakatekert módon meg lehetett oldani, de nem volt egyszerű, kényelmes megoldás rá, hogy az oktatás során a tananyagok, illetve tevékenységek hozzáférését szabályozni tudjam feltételekhez kötve. Gondolok itt ilyesmire, hogy egy adott tananyag csak egy megadott dátum után férhető hozzá, annélkül, hogy ott kelljen ülnöm, és most. Tehát időzíteni lehessen mondjuk egy tananyag megjelenését, ami még ettől is fontosabb, hogy a tevékenységeknél olyan feltételeket lehet beépíteni, hogy egy tevékenységhez, vagy akár egy tananyaghoz csak akkor férhetsz hozzá, ha egy korábbi tevékenységet egy meghatározott szinten elvégeztél. Ezek látszólag egyszerű problémák, viszont annyiféle modul és annyiféle tevékenység és feladattípus van, hogy nem volt olyan egyszerű lekódolni ezt, hogy bármelyiktől függővé tehető legyen. Most ez nagyon szépen megcsinálták. Tehát akár előre meg lehet tervezni egy tökéletes bejárási útvonalat, hogy milyen időintervallumokban mit kell teljesítened, milyen kimeneti követelmények legszem, erejéig nem mehetsz tovább, és a tanár mondhatja a szeptember közepén, hogy ő hátradőlt, ő mindent bekészített, ott van, beidőzítve, már csak néhány dolgot esetleg ki kell javítani neki manuálisan, de ha teszteket irat, akkor mondhatnám, hogy semmi dolga nincsen. Persze ennyire nem szép az élet, de minden esetre az ilyen irányított tanulás szempontjából ez nagy könnyebbség. Említettem a globális csoportokat, amelyek szintén adminisztratív szempontból óriási fejlesztésnek bizonyultak. Halkan jegyzem meg, ez sem sikerült tökéletesre. Beraktak úgy egy ilyen funkciót, hogy egy módon lehet globális csoporthoz hozzárendelni embert kézzel. Előbb mondtam, hogy hú, de jó, be tudok rakni egy 2000-es évfolyamot egy előadásra. Aha, csak amíg berakom a globális csoportba, jegyesével. Most fog kijönni a 2.2-es verzió, amiben végre megcsinálják azt, hogy ezt egy CSV fájlból vagy adatbázisból fel lehessen tölteni, vagy hozzá lehessen rendelni a globális csoportokhoz embereket. Tehát ilyen félkész megoldás lett a dolog. A szűrők a beágyazott tartalmakért felelősek, médiatartalmak lejátszása,
fogalomtár szavainak automatikus linkelése és így tovább, rugalmasabbá vált a szűrőkezelés. Eddig vagy az volt, hogy a rendszergazda azt mondta, hogy van szűrő, vagy azt mondta, hogy nincs szűrő, és a tanárnak nem volt joga beavatkozni. Mondok egy kellemetlen mellékhatás, mondjuk ez még a régi szép időkben fordult elő. A rendszergazda egyik napról a másikra bekapcsolta azt, hogy a fogalomtárban lévő fogalmak automatikus hivatkozásá válnak a felületen. Ez teljesen logikus egyébként, csak a tanár ezt nem tudta, hogy ez egyik napról a másikra bekapcsolódott. Következmény, iratjuk a dolgozatot, és a tesztkérdésben látom, hogy a kérdés szövegében a válasz az link, és ha rákattint, akkor már is kiírja neki. Tehát egyik pillanatról a másikra a tanár tudta nélkül belinkelődött a válasz, ami egyébként jó, csak jó lenne, ha ezt a tanár tudná eldönteni, hogy igen vagy nem. Most már kurzus szintjén, tehát több szinten lehet szabályozni ezeket, meg egyéb hasonló kényelmi dolgok vannak. Az említett szerkesztő semmi extra nem kell dolgozni, végre egy napra kész TinyMC-et kapott meg a rendszer, mert egyébként egy ilyen 3 évvel korábbi meghekkel TinyMC editor volt benne, mindenféle problémákkal küzdött és kényelmetlen volt. Nem lehetett például minden böngészőbe használni, csak egy példát mondjuk Chrome alatt nem működtek a szövegformázó gombok, ami azért manapság mondjuk nem kellemes, ha így nézzük. Telepítés parancsorból külön megjelent egy új könyvtár, ez a Moodle per admin per CLI, ahol mindenféle ilyen bűvészkedéseket lehet parancsorból elvégezni, ez a rendszergazdák kedvence lesz. Például, ha kizártuk magunkat a rendszerből, akkor az admin jelszót lehet resetelni egy megfelelően meghívott parancsoros CLI PHP utasítással. Ez egy nagyon hasznos dolog, mert hát ilyen előfordulhat. Korábban könnyű volt feltörni az admin jelszót, de most már azért elég biztonságos a rendszer ahhoz, hogy ez ne jöhessen létre. Szintén újdonság, korábban is össze lehetett drótozni Moodle rendszereket, de megjelenik egy Moodle Community Hub nevű új csoda, ami szerintem ez az ábra többet mond az előző képnél, ami azt jelenti, hogy Moodle rendszereket összeköthetek egymással, és mind a felhasználók tudnak vándorolni rendszerek között, mind a tananyagok szükség esetén. Tehát lehet olyat csinálni, hogy mondjuk az egyik karon van egy Moodle, és a másik karról valaki áthallgat oda, akkor egyszerűen egy ilyen felhasználó roaminggal átkerül, vagy fordítva is meg lehet csinálni, hogy mondjuk itt van egy kurzus, és azt átemeljük ide, hogy hozzáférjenek. Tehát amennyiben a kurzus eredeti készítője ezt úgy állította, hogy jogosultsága lesz rá. Tehát ez egyébként egyfajta erőforrás megosztási probléma is, mert nagy egyetemeken azért vannak erőforrás problémák a Moodle-el, tehát 10 000-es nagyságrendű felhasználónál már szoktak izgalmas problémák keletkezni. Mindig a Moodle Mood konferenciákon ez állandó téma, hogy 10-20-30 000 felhasználónál mit kezdjünk velük, mert ott már azért jönnek izgalmas dolgok. További újdonságok, ezek már csak ilyen címszavakban. Integráltak bele plágiumkereséshez szükséges csatoló API-t szintén, amihez egyelőre csak egy külföldi plágiumkereső szolgáltatással kommunikál. Esetleg majd megpróbáljuk azt, hogy a Magyarországon üzemelő Staki által üzemeltetett plágiumkeresővel összedrótozni. Ez azért lenne jó, mert akkor ugye a feltöltött dolgozatoknál kapásból lefutna egy plágiumkeresés, és nem kéne küzdeni azzal, hogy most ezt már láttam valahol, ez nagyon ismerős, mert hogy ő ezt automatikusan érzékelné, hogy igen, ez a dolgozat 80%-ban megegyezik egy másik felhasználó által feltöltött dolgozattal. Megjelentek benne új szabványos tananyagimport lehetőségek, van benne egy blogmotor, ami sokat fejlődött, bár túl sokat ezt nem használjuk, de egyébként jó, hogy van. Ja, szerkesztőt mondtam. Megjelennek ilyenek, hogy kimeneti követelményeket szabhatok egy kurzusnál, hogy például pontosan megadhatom azt, hogy mennyi időt kell eltölteni a kurzusban, melyik tesztet, hány százalékra, stb. És azt mondtam, hogy ha ez minden megvan, akkor van meg a kurzusod, és tehát szinte teljesen automatizálni lehet a kimeneti követelményeket. Változott a benne lévő wiki rendszer. Egy darab új standard modul, ami korábban minden rendszernek részét képezte, ez a feedback, egy ilyen általános kérdői modul, új szerepkör jelent meg, és még sok-sok apróság, amik nem feltétlenül érdemelnek olyan nagy figyelmet, de azért változtak. Ami még relatíve fontos újdonság, ma elhangzott itt többször, hogy a mobil eszközök milyen ütemben fejlődnek, stb. Körülbelül egy éve beindult egy elég intenzív mobil alkalmazás fejlesztés a Moodle kapcsán. Mind Androidra, mind a iPhone-ra, iPad-re léteznek natív Moodle kliensek, sőt már Windows Phone 7-re is van egyébként, még nem olyan sok, de már létezik. A Moodle 2.1 már felvállalta azt, hogy szerver oldalon is biztosít támogatás bizonyos szempontból néhány ilyen natív mobil kliensnek, hogy optimalizálják az adatforgalmat és egyéb más dolgokat. És a Moodle 2.1 után be is jelentették néhány hónappal, megjelent a hivatalos, a Moodle fejlesztők által hivatalosan fejlesztett és támogatott Moodle kliens. Egyelőre csak és kizárólag iPhone-ra.
ezen az URL-en megnézhető és elérhető. Az Android portot néhány hónapon belül ígérik, tehát pont egy-két hónapja kerestek Android fejlesztőket, hogy portolják a dolgot, nem tudom, hogy mikorra lesz kész. Ebben a témában, tehát a mobil és Moodle pár hónapja tartottunk egy előadást, ott belinkeltem, ott elég sok minden össze van szedve ezzel a dologgal kapcsolatosan. Pár szó még a hazai Moodle közösségről. Említettem azt, hogy évek óta próbálkozunk azon, hogy kapcsolatot keresünk azokkal az emberekkel, akik szintén Moodle-t használnak az országban. 2006-ban hoztuk létre ezt a weboldalt, akkoriban azért, mert kitaláltuk, hogy legyen egy Moodle konferencia Magyarországon, és 2006 óta ez minden évben megrendezésre került. Sokáig Debrecenben volt, az elmúlt két évben most ez Gödöllőre költözött, együttműködésben vagyunk az ottani Szent István Egyetemmel. És ez egy konferencia oldalnak indult, ami aztán egy ilyen közösségi szájtán nőtte ki magát. Gyakorlatilag online support zajlik mindenféle fórumokon. Körülbelül 1300 regisztrált felhasználónk van, de a tartalmak nagy része nyitott, tehát nem kell beregisztrálni ahhoz, hogy valaki például el tudja olvasni a fórum hozzászólásokat, csak az íráshoz, ugye ott már kötelező. A fórumokon zajlanak technikai kérdések, hébe-hóba módszertani, bár ez kevésbé jellemző, néha osztunk meg egymással tartalmakat, modulokat és így tovább. A fordításnak a közösségi alapra való terelése, ezen már elég régen gondolkodunk, és ezt kellene még megoldanunk. Említettem, hogy egyetlen egy fő fordító van, Fábricz Károly, ő a Szegedi Egyetemen dolgozik a távoktatási központban, aki nagyon alapos és rendes munkát végez évek óta, csak éppen nem használja annyit a rendszert, hogy ráérezze, hogy azok a fordítások nem mindig korrektek, amiket ő lead. Ezért mi folyamatosan kozmetikázzuk a rendszert, viszont hivatalos fordítást beküldeni csak ő tud. Tehát általában nyelvenként egy ember van, aki a hivatalos fordító. Most a kettessel egy időben megjelent egy ilyen online fordító felülete a Moodle-nek, hasonlóan, mint több más projektnél, de még ez se teljesen kiforrott, úgyhogy most ez az egyik közeljövő egyik nagy feladata, hogy a fordításnak a letisztázását, a modulok fordításának a hatékonysága érdekében erre az online felületre minél több embert beterelni, hogy segítsék azt, hogy ne csak fordításunk legyen, hanem jó fordításunk legyen, mert ezzel azért elég sok probléma van, hogy korrekt legyen. Köszönöm szépen a figyelmet, ha bárkinek kérdése van, akkor nagyon szívesen válaszolok.